A vendégeket Kéri Lajosné, a nyugdíjas klub elnöke köszöntötte, majd Makovecz Tamás, a városrész önkormányzati képviselője mondott beszédet. Kiemelte, a hagyományőrzés fontos, és örül, hogy a landorhegyi szépkorúak kifejezetten aktívak ezen a téren. Az ember egy bizonyos kor után rájön arra, hogy a hagyományok őrzése és ápolása az nem a hamu őrzését, hanem a parázs és a láng továbbadását jelenti. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szépkorú korosztály tovább vigye, továbbadja a következő generációknak a hagyományokat, és erre tanítsuk is a fiataljainkat. A Vigadalom kulturális műsorokkal folytatódott. A résztvevők nem csak a Márton nap, hanem az együttlét öröme miatt is összegyűltek. A napi gondok, a problémák hátrahagyásával egy kicsit az együttlét, az összetartozás szelleme. Igazából talán nem is a Márton nap a lényeg, talán arról nem is beszélnék sokat, hanem mi a Szent Mártoni lelkülettel, a köpenyünk helyett az együttlétünket, az összetartozásunkat és szeretetünket adjuk itt most egymásnak. Az Egyesület 1981 óta működik, és mára több mint 100 tagja van. A szervezők az esemény végén ajándékokkal köszöntötték kerek évfordulójukat ünneplő társaikat.